Jó estét kívánok, köszönöm a szót. Marti Barna vagyok, Székelyudvarhely szülötte. Egy hete volt a 25 éves találkozó, amit lenne a Tamás Járon gimnáziumban. És engem ért az a, a, a megtiszteltetés a mai napon, hogy kellőképpen összezavarjam az embereket, hogy érdeklődve hallgassák majd Csongászóném beszédét, illetve kérdések fogalmazódjanak meg bennük, hogy mi is ez a zen. Én helyek közel öt éve körülbelül találkoztam, kezdtem el gyakorolni konkrétan. Én öt év alatt erre már rengeteg kérdést, rengeteg kérdést is adtam, és rengeteg választ is adtam, rengeteg rossz választ, rengeteg elfogadott választ, de tulajdonképpen egyáltalán nincsen jelentősége, hogy milyen válaszokat adtam, mert még itt vagyok magáról, a gyakorlásról, nem tudom, hogy hányan vannak itt, akik még egyáltalán nem voltak udvarhelyen zen gyakorlaton, hogyha kérhetnék ilyen. Csak közvéleménykutatás. Különösen örvendek, hogy vannak olyan emberek, akik, akik először jöttek ma. Remélem, hogy nem az ingyen csoda reményében és a pillanatok alatti a mágikus gondmegoldás, gondűzés reményében jöttek ide. A zen tapasztalatom szerint nem az, most azért gondolkoztam el a tapasztalatom szerint, mert az én tapasztalatom, az nem a ti tapasztalatotok. Én csak mondhatok itt dolgokat, ami esetleg érdekes, és esetleg megérint. Úgy van ez a gyakorlás szerintem, mint, mint bármi másnak a gyakorlása. Ugye ahhoz, hogy valamit elkezdjünk gyakorolni, legyen az zen, vagy gitár, vagy kaszálás, oda először valami meg kell valamit halljunk, valamit érezzünk a dologból, aminek a, úgy érezzük, hogy van értelme. Valami fel kell az érdeklődésünket. Vagy az, hogy zen esetében néha-néha volt egy olyan pillanat, amikor rendben volt a világ, de aztán ezt elveszítettük, és szeretnénk megint megtalálni, hogy, hogy, hogy le, hogyan lehet ezt az állapotot megtartani. Van olyan, hogy olyan sokat szenvedtünk már saját magunk, vagy másoknak tulajdonított oktalanságokkal, hülyeségekkel kapcsolatban, hogy szeretnénk ezt ettől megszabadulni. A lényeg, hogy valami, valami általában ráhangolja az embert. És a gyakorlás sokak számára egy, egy formával azonosul, de ez a forma, ez, ez, nem a lényeg, mert a forma az tulajdonképpen maga a hétköznapi élet. Most a kaszálást megemlítettem a minapokban, éppen Pár napja voltam ki Nívóban. Gondoltam, hogy gyakorolom egy kicsit a jelenlétet, az emberben megvan ez a romantikus elképzelés, hogy oké, okay, melyek a természetbe, és akkor a természetben ott nyugalom van, és csend, és a természet tanít, hát tanít, tanít, de valószínűleg nem úgy tanít, mint ahogy, ahogy mi azt előre elképzeltük, hogy nézzük a fát, és akkor hirtelen akkor majd tudunk majd aranyat csinálni, mert megértettük a fának a lényegét. Mert egyáltalán minek susog az a fa így jobbra-balra? Jobbra, miért, miért szürke ez az ing? Ilyen kérdéseket feltesztünk, aztán ezt elengedjük, de visszatérve a kalandomra, amivel illusztrálni szeretném, hogy mekkora hülyeség, vagy mekkora nem hülyeség a zenre való készülés. Szóval kimegyek a házba, ami az erdő alatt van, teljesen egyedül, teljesen senki nincs körülöttem. Gondoltam, hogy este majd az erdőben, ott milyen jót fogok én ott aludni és nyugalom lesz. Hát ahogy lement a nap, a természet egyáltalán nem váltotta be ezt a nyugalom elvárást. A pelék azonnal elkezdtek én futkosni, elkezdték csapkodni a zsalut. Nem tudtam, hogy éppen medve jár arra, mert az sem különösebben szokatlan. Tehát ebből a nagy, nagy nyugalomból az lett, hogy egész éjjel készen létben álltam, amíg ki nem virat, és itt térnék vissza arra már-már közhelyre, amikor Szuném veszi az ott, én ezt most nem fogom meg, de van ez, hogy és ebben a pillanatban nem gondoltál se jóra, se rosszra, csak itt voltál, és ez, az a, ez volt egy tiszta pillanat ezt már így megszoktuk zenbeszédeken, de amikor úgy éjjel fél tizenegy fele egy ilyen zsalugáter csattanást hallottam a saját házamon, na az valóban tiszta pillanatot, akkor, akkor, akkor úgy, úgy, úgy kifele figyeltem én még soha, hogy na akkor most futni kell, mozdulni kell, mi kell, és, és akkor mi eszembe jutott, hogy nem, nem, nem szerte agyalni a dolgot, szépen, szépen lélegezni a hasba, bár majré volt, de nem szaggatott teljesen szét. Ez az én tapasztalatom, tehát ez csak ilyen, ilyen közbeiktatott valami. Egy másik, ami, ami szintén ivóban volt, apám már elmondta x éve, hogy hogyan kell kaszálni. Nem mondom, hogy jól tudok kaszálni, de kénytelen voltam neki fogni a kaszálásnak, mert a kaszálást elvállaló munkás emberek szavahihetőségével kapcsolatban kételjeim támadtak, tapasztalati szinten és neki fogtam, hogy akkor, akkor elkezdek kaszálni, és, és elmondta apám, hogy így kell húzni, így kell tartani, ne blendületből, mint a hollywoodi filmekben egyébként, a hollywoodi filmekben mindig rosszul kaszálnak. Állandóan így, így. Daniel D, Daniel D. lewis nagyon jó színész, de a kaszálást azt nem volt neki elmondja, nem voltak csángók Hollywoodban valószínűleg, tehát ilyen rossz, rossz ívben így, így össze-vissza mozog, apám valószínűleg lepofoszta volna gyerekkorában, hogyha meglátja. Na, de visszatérve a kasszál, ott van a nagy fűtenger, ott van a nagy erdőajat, tele gyommal meg ággal, és ahogy neki fogtam, az volt a lényeg, hogy mindig egy húzásra lássam, hogy mi történik. Tehát nem az, hogyha, hogyha végiggondoltam végig volna, hogy, hogy én ezt most ó, le kell kaszálni, és mennyi idő, meg akármi, akkor, akkor nem sikerült volna, és ettől lett ez az egész kaszálás meditáció, de egyébként ez bármire érvényes. Tehát húztam a kaszál, és akkor, akkor amiket elmondott valamikor apám a kaszálásról, azok úgy kezdtek, úgy kezdtek értelmet nyerni, hogy Valóban nem jó, hogyha túlságosan rossz szívben lennítem. Jó, hogyha a sarkát nyom, és nem az órával próbálom a, 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 füvet vágni. Ne, ne, erőből próbáljam, hanem inkább lendületből, csipőből, meg ilyesmi, de ezt azért mondom el, mert könyvből ezt sem lehet megtanulni, mint ahogy a zent sem. Ugye az ennek az egyik alap, alaptétele, hogy, hogy a, az írásokra való nem hagyatkozás, és ennek ez az értelme, hogy Könyvből, könyvből hiába tudjuk tökéletesen, hogy hogy van, amíg, amíg valamit nem éreztünk meg belőle, addig ez az egész nem működik. Amikor elkezdjük, visszatér a gyakorlásra, akár zenei gyakorlás, akár kaszálás, akár legyen az harcművészet, általában vannak ilyen szintek. Az első szint tapasztalataim szerint a, a lelkesedés. Amikor valami kigyulladt, valami, valami megfogott, valamit érzünk, hogy videóból, vagy valami olyan emberrel találkozunk, hogy valamit igaz, valamit szeretnénk ebből megtanulni. Aztán elkezdjük megpróbáljuk az egészet, és akkor először, amikor egy picit sikerül valami, akkor jön egy sikerélmény. És az egy sikerélmény annyira fellelkesít hirtelen, hogy, hogy már amikor ilyen alacsony kezdő szinten vagyunk, megpróbálunk már is kifele nyilatkoztatni, és megpróbálunk másoknak segíteni, megpróbálunk bandát alapítani gitárral, miközben még csak négy akkordot tudunk, néha sikerül egyébként az is, de az kezdeti lelkesedést átveszi az elkeseredés, hogy mennyi mindent nem tudunk még. Aztán még gyakorolunk tovább, évekig gyakorolunk, aztán kezd megint formát ölteni valamiféle szint, most éppen a gitára gondolok, amiből még mindig nem tartok sehol, de valószínűleg ez a nem tartok sehol, ez örökre megmarad a zennel kapcsolatban is. Jön egy olyan, amikor, amikor, már úgy valóban el tudunk lavírozni, de, de akkor sem tudunk már még teljesen, teljesen jól reagálni a dolgokra, de azért már úgy, úgy van valami lövésünk, hogy, hogy mi is ez az egész. És a tapasztalatom az, hogy ez igazán halandó, halandó, haladó, de halandó is egyébként. Szóval igazán haladó szint előtt, tulajdonképpen haladó szintet én, ha valamiből elértem, az az angol volt angolból is az volt, hogy gyakorolni, gyakorolni. Először nagyon jó, hogy el tudunk énekelni egy dalt, el tudunk mondani egy verset angolul, a kiejtést megtanuljuk. Aztán azt mondjuk, hogy tudunk kommunikálni, de akkor kezünkbe veszünk egy számon rusdi könyvet, és rájövünk, hogy a felét a, a, a szövegnek nem értjük, felét a mondat, mondatoknak nem tudjuk kibogozni, és akkor elkezdünk tanulni, elkezdünk egy picit mélyebbre menni, és, és a haladóbb szinten van egy, van egy legtöbbször egy hosszú csend, ami, ami, és ez a bandáknak a felivelésénél is ez van, meg a, a költők, írók befutásánál. Shakespeare-nek is volt egy nagy, 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 nagy csendje, amikor tulajdonképpen, ő tette a dolgát, tette a dolgát, de olyan, mintha nem történne semmi. És ezt a, nem, olyan, mintha nem történne semmit, semmi periódust gyakorlati szinten nagyon nehéz túlélni, mert azt, azt látja az ember, megint csak magamról beszélek, hogy hogy az egésznek se vége, se hossza, nem vezet sehova, csak vér, könny és verejték van az egészben, semmi sem történik, és amikor már igazán feladja az ember, mikor addig gyakorolt már, hogy, 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 hogy az egész, és, és mégsem egy, mégsem egy, egyszer csak reggel fel kell, és valami működik valamitől, amit addig nem tudott megint nem tudom, nem akarok általánosítani, a saját tapasztalatom ezt, hogy a, ezt a nem tudom, hogy tudattalamba megfelelő tartalmakat nyomunk, 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 amit az angol mondja, fake it till you make it, tehát tudatosan próbáljuk, 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 akkor is, hogyha nem jó, és egyszer csak megjelenik valamilyen furcsa eredmény, amit nem is vártunk, és ezért van az, hogy a várakozás Általában nem teljesül, tehát nem, legalábbis nem úgy teljesül, mint ahogy szeretnénk. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy én bármit is elértem, bármit is uh, már megvalósítottam, csak ilyen kis uh, fuvallatok értek, és mivel, uh, mivel egy csomó olyan ember van, aki talán ma először találkozik a, az egésszel, előrevetítvén, hogy, hogy az első kellemes érzeten túl, mint ahogy Churchill mondja, vért, verejtéket és könnyeket tudok ígérni, és Csongán Szuni azt hiszem nem különben, de azt majd ő elmondja. Tehát munka van, munka van, és, és nem, 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 lehet bizonyos szinteket átlépni. És ezek a szintek sokszor elkeseredésen és, és, és feladáson keresztül vezetnek, mert nem tudom, másképp egyszerűen nem megy. Az jutott még eszembe itt, hogy udvarhelyi kontextusba tegyem az egészet, hogy miért is érdekelheti itt az embereket a zen. Én nem tudok magáról a zenről annyit mondani. Egyszerűen, amikor azt tudom, hogy egy tisztább tudat, amihez a zen gyakorlatán keresztül, akár meditáció, akár leborulás, akár éneklés, tehát a zen által adott eszközkészleten keresztül, talán egy családi ebéd mellett annyira nem beszünk könnyen össze egy politikai doktrína fölött, vagy hogyha a kiszolgálónő éppen 5 percig nem fordul hozzánk, akkor nem bombázunk szét a fejét gondolatban, hogy már pedig hogyan merészel, és hogyan. Ez is megtörténik. Milyen nap, hogy ott állok, és akkor nem néz rám, aztán amikor oda nyújtok neki egy 50 le, jön, nem tudok visszaadni. És ugye ezzel így el volt a dolog, és mondhatta, hogy, hogy nem tud, miért nem megy el, és váltja fel. Aztán az volt, hogy vártam még két vásárlót, és akkor össze, összegyűlt annyi, annyi apró, hogy vissza tudjon adni. Szóval az ilyen szituációkban, mint ahogy a, hegyekben is, a félelem, tehát a reakció, reaktív tudat megvan, de van egy pici, a pici rálátása az embernek, akkor már nagyon sok pofont ki tud kerülni. Legtöbb pofont mi adjuk magunknak. És Elkezdtem egy nagy körmondatot, hogy a hogy a székelység, a székelységnek van egy ilyen csoportos karma, hogy széke, hogy, hogy megmaradás, csomót, háborúztunk, eleve határőrző nemzet vagyunk. Szeretjük azt gondolni magunkról, hogy, hogy mi, mi, amit csinálunk, ez a konokság, ez a, ez a nem beszélünk az érzelmeinkről, de azért szeretnénk, ha minket megértenének. Ezt szeretnénk azt gondolni, hogy ez egy olyan tőzsgyökeres valami, ami ami jó és, 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 nem elvendő tőlünk. Ez nem jó, meg nem rossz, de pont, pont amikor pár évvel ezelőtt még a Barágival és Csongán Szunimmal, ki aki azt mondja, Csongjin Szunim néven gyakorol már azóta Koreában, beszélgettünk bálványos fele az autóban, és, és akkor ő mondta, hogy hát itt vannak ezek, ott van ez a sok fa, ott van ez a sok fenyőfa és a székelység az nagyon azonosul ezzel a fenyőfával, de azért úgy nem nézi meg, hogy az energiája ennek a fenyőfának azért úgy elég szúrós. Milyen nap, amikor a kaszával így, így bementem alá, akkor a vállamat úgy nagyon súrolta. Tehát ez nem egy, nem, egy, nem egy barátságos dolog, az a fenyőfa, is talán ezzel a dolog, hogyha ennyire azonosulunk, hogy hargitai fenyves, akkor talán egy picit azt is megnézhetnénk, hogy hogyan lehetünk egy picit egymás iránt nyitottabbak, vagy az együttérzést a, a bicska helyett miképpen lehetne jobban gyakorolni, vagy a bicskát talán olyasmire használni, amire, amire inkább való, mint a konfliktus kezelésre. Szóval ilyen, 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 parányok jutnak eszembe nekem itt a konkrétan székelyudvarhelyi kontextusban, ezek jutnak eszembe, és bár én nem élek életvitelszerűen már régóta itt, nagyon örülök, hogy azzal, hogy nem itt élek, sikerült eljutatnom ide, vagy közreműködhettem abban, hogy eljuttassak egy olyan tanítást, ami a zen, és elhozhassak egy tanítót, aki csongán és és aki azt hiszem ötödjére van most itt udvarhelyen egy darma beszéd, és még mindig jönnek emberek, és remélem, hogy továbbra is sokaknak nyújt valamiféle támpontot, valamiféle kiindulási pontot ahhoz, hogy Azokat a megoldatlanságokat, amik bennük vannak, vagy azokat a, a azt az irányt, amit szeretnének megtalálni, azt megtalálják a megoldatlanságokat felszámolják és letisztítsák egy kicsit a tudatukat, és ne háborodjanak fel, hogyha valaki a pult mögül barátságtalanul szól hozzájuk. Köszönöm szépen további jó estét, és szép napokat kívánok!